Szép napot kívánok mindenkinek, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, ahogyan biztos már megszokhattátok, jelentkezünk a Vöröskereszt kibeszélővel, újabb témákkal és újabb vendégekkel. Nagyon fontos, hogy ez lesz az utolsó részünk, úgyhogy most jól figyeljetek, mert még most elcsíphettek egy-két hasznos közérdekű információt a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Itt is van egyébként Ember Márk, aki a mai egyik vendégünk, illetve a Vöröskereszt részéről pedig Lovászi Anett. Üdvözöllek titeket, sziasztok, hogy telt eddig a napotok? Anett, kezd kérlek, te már hölgyek ki az elsőbség. Köszönöm szépen, eléggé sok felé voltunk ma, offline, online, mindenhol pörögtek a kollégáink országszerte, hiszen a mai nappal újraindultak az elsősegi vizsgáztatások, így tovább folytatódott ugye a jogosítványnak a megszerzése is, úgyhogy ma fokozott figyelemmel és fokozott körülmények közepette mindenki tud már jönni vizsgázni. Ez szuper hír, mert emlékszem, amikor én csináltam a jogsimat, én is már nagyon vártam az elsősegélyvizsgát is, mert ugye az is kellett a jogosítvány megszerzéshez. Márk, neked hogy telt a napod? Hogy érzed magad ma? Én egy kicsit szomorú vagyok ma, mert lehet, közben egy kicsit boldog is. Az én barátnőm határon túli, és most végre haza tudott menni nagyon sok idő után, és most egy kicsit hosszabb időt leszünk egymás nélkül, és annak örülök, hogy végre láthatja a családját, annak viszont kevésbé, hogy nem lesz itthon. Úgyhogy gyakorlatilag azzal telt a napom, hogy búcsúzkodtunk, és segítettem neki pakolni, aztán pedig elmentem és edzettem egy jót. Fő az egészség, az jól tetted. A mai témánk, hogyan változik meg az életünk? Ugye itt volt egy elég hosszú bezárt időszak, itt elég sok dolog átalakult, itt minden, nagyon tényleg résen kell lenni, hogyha az ember napra kész információkat akar tudni és hallani. Először egy picit szakmai oldalról érdekelne, Anett, hogy szerinted hogyan változik meg az életünk mondjuk az elkövetkezendő fél évre, hogyha nézünk? Ez egy nagyon érdekes és összetett és bonyolult kérdés. Tehát minden egyébként előzménye az, hogy a karantén során, ugye három ember típus van, aki ebben az időszakban egy otthon kellett, hogy maradjon mondjuk hatóságilag, és otthon kellett maradnia. Van a másik ember típus, aki mondjuk meg tudta oldani, hogy otthon maradjon, és mondjuk a munkája home office-ban, a gyermekkel otthon tudott maradni, és van a harmadik kategória, aki nem tudott. Tehát, hogy minden innen indul ki önmagában. De úgy érzem, hogy hatalmas nagy kreativitás fejlődés van itt. Tehát, kreatív kaméleonok lettünk. Hiszen ezért az online boszorkányüldözésnek is levele, és most már mindenki online tudta tartani a kapcsolatot. Digitalizálódtunk egy picit, és ezek után meglátjuk, hogy ebből mit hozunk ki. Az biztos, hogy egy kicsit felértékelődtek most a kapcsolatok. Így vagy úgy. Majd meglátjuk, hogy ugye ez egy nagy próbatétel volt. Kommunikációban is fejlődtünk nagyon sokat. Már neked mit hozott ez a bezárt időszak? Tehát például gondolok olyanra, hogy új tudásra vagy szokásra tettél esetleg szert? És ez lehet akár jó vagy rossz szokás. Mit hozott neked? Én csak egy kicsit Anetthez visszacsatolnék, hogy nekem egy érdekes felismerést hozott ez az időszak. Azt hiszem, hogy ilyen... illetve remélem, hogy nem lesz több ilyen az én életemben, de ugye nem tudunk semmit, hogy ezzel a karanténnal, meg ezzel az ilyen típusú bezársággal és elszigetelődéssel kaptam egy erős tükröt arról, hogy kikkel tartom én valójában a kapcsolatot, és kik azok az emberek, akik az én életemben nélkülözhetetlenek, fizikálisan vagy szellemileg, mert először volt olyan időszak az életemben, hogy csak azokkal tartottam a kapcsolatot, akikre valóban szükségem volt. És nem voltak olyan fajta párbeszédeim, vagy olyan, nem kerültem olyan helyzetekbe, ahol olyan emberekkel voltam, akikkel egyébként szívem szerint nem lennék. De ez nem csak pozitív. Tehát például van egy csomó olyan ember, akiről én azt gondoltam, hogy olyan, aki annyira a mindennapimnak a része, hogy bármi történne, biztos, hogy mi együtt lennénk, vagy tartanánk a kapcsolatot, és most egyszer csak kiderült, hogy nem. Hogy valójában az, amit én ilyen kapcsolatnak gondoltam, az egy téves dolog. És például ennek most majd vannak olyan emberek, akiknél szeretnék utána járni, hogy valóban mi lehetett az oka, hogy például ez megtörténik. Tehát egy ilyen fajta ráismerésem volt, sajnos, meg nem sajnos.
Ez érdekes, szerintem sok munka volt ez így amúgy, főleg egyébként, amiben te dolgozol már, az a közeg, tehát a színház, a zenei élet, azért picit azért mondhatjuk, hogy felszínes, és ebből is adódhat az, hogy amúgy csomószor felszínesen tartod a kapcsolatot valakivel, de most kiderült, hogy ki az, akire tényleg számíthatsz, vagy akivel tényleg beszélsz. Tehát ez valóban nagyon érdekes, de szerintem egy átlagember életében is ez megtapasztalhat egy átlagember is, hogy a suliban nem 100 emberrel beszél már, csak amúgy 30-al. Tehát, hogy ez talán egy olyan dolog, amit szerintetek tovább lehet fejleszteni ennek az időszaknak a tanulságaiból? Tehát most már így ki tudjuk szűrni azt, hogy tényleg mire van szükségünk, és egy fronton tudatosabbak tudunk lenni, akár fogyasztási szokásainkkal, vagy bármivel kapcsolatban. Anett, te mit gondolsz erről? Van amennyire biztosan, de azért, ha megnézzük ezt az időszakot, körülbelül 2 hónapról beszélünk. Hogy már 2 hónap alatt, ahogy Márk is mondta, azért volt egy alapvető felismerés. Vagy volt egy olyan kezdőszint, ami után ezt már tovább tudod görgetni. És azért hozzáteszem, hogy 2 hónap után most is egy átmeneti időszakban vagyunk, ahol tényleg pandamacikkal fogunk együtt étteremben enni. Vagy ugyanúgy a maszk is rajtunk van, és ugyanúgy megváltoztak ugye az üdvözlési szokásaink, vagy például a déli harangszó is még mindig egy ilyen megváltozott jelentést mutat. És mindezek alapján tovább tudjuk folytatni azt a nem biztos, hogy szelektálást, de mindenképpen egy kicsit átvariálódik az életünk, kapcsolatokban fog átvariálódni. Szerintem megalapoztunk valamit, vagy éppen a változást alapoztuk meg. És innentől kezdve meglátjuk, hogy például a nyár mit fog hozni, akár a média, akár a koncertek, akár tényleg Vöröskereszt területén. Aha. Kinek milyen volt egyébként megélni a karantént? Márk, neked milyen volt maga a bezártság része? Egyedül voltál-e, vagy a barátnőddel? Tehát én most arra gondolok, hogy lelkileg, vagy pszichésen milyen volt neked megélni a karantén helyzetet? Mindjárt válaszolok erre, csak kicsit a szakmám védelmével azért. El kell, hogy mondjam, hogy a felszínes kapcsolatok, mint olyan, azzal általánosítani, talán egy kicsit veszélyes. Ezzel nem megbántani akartam egyébként, Inkább pontosítanám, mert jóra gondolsz, csak szerintem rosszul fogalmazott, ha még engeded nekem, hogy ezt mondjam, hogy a mi szakmánkban az van, hogy nagyon erős találkozások vannak időközönként. Tehát például a színházban is egy próbafolyamat tart 2 hónapig, és abban a 2 hónapban ilyen nagyon erős barátságok vannak, amivel aztán idővel kiderül, hogy az annak volt köszönhető, hogy 2 hónapig feszít tett tempóban egymásra voltunk utalva, vagy pedig azért, mert tényleg elkezdődött ott valami. Tehát, hogy ilyen szempontból vannak talán, így lehet talán keresni a felszínt, hogy mi az, amikor ez egy tévút, de azért azt nem mondanám, hogy ez a szakma a felszínes kapcsolatok meleg ágya. Na de, hogy töltöttem én, és pszichésen hogy hatott. Szóval, hogy én a barátnőmmel voltam, igen, mi ketten voltunk, és én mi nem vagyunk olyan régóta együtt, vagy hát mit jelent a régóta? Nem sokára 2 évesek leszünk. És már az elején mi elég jól beszélgetünk egymással, azt hiszem, ez fontos, hogy jól tudjunk beszélgetni egymással. És gyakorlatilag előjött azonnal a téma, hogy azért ez most egy elég erős teszt lesz a mi kapcsolatunkban. Hogy vajon mit hoz majd ki a bezártság, az, hogy 0-24-ben együtt kell lennünk, és szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy erősítette. Szerencse, és bocsánat, hogy belevágok, de hogy ez így annyira visszavezet arra, hogy tényleg 2 hónapról beszélünk, és nálatok lehet, hogy ez megerősítette, de ahogy mondod, nagyon sok családban, nagyon sok környezetben ez máshogy csapódik, még olyan cégeknél is, ahol mondjuk be kell járni, és mondjuk végignézi azt, hogy a másik cégnél nem kell. De hogy egyébként pont erre utazott rá, és most egy kicsit beleszakmázok, az Ifjúsági Vöröskereszt is, aki kiadott egy karanténnaplót, amiben önmagunkra is tudtunk egy kicsit figyelni, hiszen nem csak az a fontos ilyenkor például, hogy már, hogy a barátnődre figyelj, vagy ő rád, hanem hogy önmagunkra egy picit befelé, és hogyha ha korábban voltak már olyan feldolgozatlan akár problémáink, azok most így erőteljesebben előjönnek, és lehet, hogy ezért is van az, hogy súrlódások és konfliktusok vannak önmagunkkal szemben is. Tehát erre azért nagyon kell figyelni, hogy ilyenkor a mentális elsősegély, hogyha hívhatom így, egy ilyen mentális elsősegélynyújtást ezt önmagunknak és másunknak is adni kell. Igen. Nekünk az segített, hogy
és mondom, ez is abból adódik, hogy jól tudunk beszélgetni egymással, hogy nagyon, nagyon megértőek voltunk azzal szemben, amikor valaki azt mondta, hogy légy szinte, most vonulj egy picit a konyhába, vagy én elvonulok a konyhába, vagy pedig átmegyek a másik szobába, mert most arra van szükségem, hogy az én időm megtörténjen. De ehhez az kell, hogy tényleg nagyon stabil legyen a kommunikáció két ember között, mert aztán ez is... Hogyha ezt valaki félreérti, hogy most egyszer csak miért van az, hogy te nélkülözni akarsz az életedből, hogyha ez nem nincs jól kommunikálva, akkor az is szörnyűségeket tud szülni. Úgyhogy nekünk ez az, ami segített a jó párbeszéd, és az, hogy okosan tudtuk beosztani az időket. Ez amúgy így van, egy előző adásban pont beszéltünk az én időnek a fontosságáról, és azt hiszem, hogy ez is egy tanulság lehet, hogy adjunk magunknak időt, és picit néha vonuljunk félre, és gondolkozunk el magunkba. Szerintem ez is egy ilyen önfejlesztési folyamat, amit tanulhattunk ebből a helyzetből. Viszont már, hogyha ott tartunk, hogy nyitnak ki a helyek, egyre mindenki egyre lazább, egyre jobb az idő, csúszunk bele a nyárba, ugye? Már például te így jobban figyelsz, vagy elkezdtél újra járni helyekre, esetleg barátokkal találkozni, vagy fokozatos vagy azért ebben téged? Hogy kell elképzelni ilyen téren? Én elkezdtem újra járni. Igen, mi találkozunk a barátaimmal, természetesen nem húsziszkodunk, nem ölelkezünk, és nem pacsiszkodunk, figyelünk arra, hogy amennyire lehet vigyázzunk magunkra, olyan baráti körön van, ahol a társaság javarésze átesett teszten. Természetesen az se jelent semmit, mert most az megmutatta, hogy éppen uh-huh. akkor mi zajlik bennünk, de hogy a munkáinkból adódóan mi átestünk a teszteken, és de emberek vagyunk, és beleesünk hibákba. Tehát, hogy azt kár lenne bárkinek is azt hazudni, hogy maradéktalanul sikerül a védekezés, mert azért ez nem így van. Nekem például, és így elmondok egy hatalmas titkot, gyerekkorom óta rágom a körmöm. És én mindenféle dologgal próbáltak leszoktatni, mindenféle ízű kenőcsökkel, amiket rákentek a körmömre, hogy ne rágjam, meg keserű leszek, stb. Ilyen, de semmi nem használt, rágom a körmöm, és én reménykedtem benne, hogy ez az időszakban segíteni fog, hogy ne rágjam a körmöm. És egyébként egy ideig sikerült is. Egy ideig sikerült, de sajnos megint rágom a körmöm. De eszembe jut, hogy ne rágjam. Mert hogy csak pont, hogy jobban rágtad, mert így dolgoztad fel a stresszt, ez is egyébként egy érdekes dolog. Hogyan most tovább itt? Először arra lennék kíváncsi, hogy Magyar Vöröskereszt szinten, tök jó, hogy nekünk is volt ez a kis kollaborációnk, sokat tanulhattunk szerintem az öt rész alatt, viszont nyilvánvalóan ez ahogy oldódnak a korlátozások nektek is, azért a feladatotok, szerepetek átváltozik, talán kezd hasonlítani a régi szerephez, ahol rendezvények is lennek, stb., de ne menjünk ennyire messzire, mik a mostani tevékenységek, amiket fogtok csinálni? Igen, ez egy nagyon érdekes, és elég bonyolult, és nehéz rá válaszolnom, mert nekem is februárban elindul a kampányidőszak, illetve rendezvények időszaka a versenyekkel, és hát egy most idén elmaradó nemzetközi nagy fesztivállal is. Tehát, hogy számomra is egy kicsit megváltozott ez az egész időszak. Hogy azt kell mondjam, próbára tette nem csak a kapcsolatokat, hanem nálunk az együttműködő partnereket is, hiszen hihetetlen nagy cégek, például a Coca-Cola is mögénk állt, illetve olyan támogatásokat kaptunk nagy cégektől, ami által lényegében a napjaink átfordultak egy ilyen logisztikai TikTokba, hogy éppen tényleg hova is, mint tudjuk, és feltérképezzük azt, hogy hol van erre segítség, és hol van szükség, milyen segítség, ugye ez is nagyon fontos. Tehát jelen pillanatban is még mindig abban vagyunk, hogy hogyan tudunk és mivel segíteni. Erre szoktam mindig példának azt hozni, ugye nem csak a katasztrófa csoportunknak is van egy ilyen szlogenje, hogy a felkészültségben hiszünk. Igaz ez most is, hiszen takarót csak annak adjunk, aki fázik. Tehát, hogy értelemszerűen célirányosan menjünk. Most egy kicsit ugye ráfeküdtünk az elsősegély nyújtó vizsgák tanfolyamok újraindításra, illetve ezért hozzá kell tennem, hogy a véradások majdnem a fele elmaradt. Aha. Időszakban hihetetlenül sok véradást mondtak le, vagy azért, mert a helyszín be volt zárva, akár iskola, akár olyan terep, ahol tényleg a véradókat tudtuk fogadni biztonságos környezetben. Most arra készülünk, hogy ez visszatérjen úgy, hogy 100%-osan és folyamatosan tudjuk az embereket behívni, hiszen vére folyamatosan szükség van. Tehát próbálunk visszaállni egy olyan szakmailag már fejlődött helyzetbe, én úgy mondanám inkább. Tehát, hogy ami a járvány időszak előtt volt, hozzátesszük, amit a járvány időszakban tartottunk, akár kommunikációs, digitális fejlődés, akár tényleg a,
logisztikai fejlődés, illetve az ifjúság terén, most már jönnek majd a nagy rendezvények hamarosan, remélem. Márk, te egy neves versenyben értél el egy elég jó helyezést is, csak pont beköszöntött ez az időszak, én egyébként ezt követtem, illetve nyilván koncerteznél, színházban is játszol, most az sincs, miket látsz, mikor, tehát hogy gondolom koncerteznél azért, ezt tudjuk, hogy most van egy dátum, de hogy mik vannak benned ezzel kapcsolatban, színház fronton esetleg van valami terv, vagy ötlet, hogy online-ra átköltözik, és online előadások lesznek, stb. Vannak most ilyen jellegű ilyen kis foglalkozások, vagy tervek? Hát nézd, a színház, mint olyan az online térben, az nem tudom, az olyan, mint a halakat átköltöztetni a vízből a sóderbe, vagy az, hogy ez gyakorlatilag egy lehetetlen dolog a színház elemi lényege az, hogy emberek közösen, egy helyen, együtt átéljenek valamit. Aha. És az legyen, hogyha jobbra nézek, vagy balra nézek, akkor azt lássam, hogy úristen, ez az ember pontosan ugyanazt érzi, amit én érzek. És a színház ez vagy ilyen szempontból online nem tud megtörténni, ahogy ez most ki is derül. Vannak próbálkozások, mindenki, én magam is, nem tudom, verseket olvastam, meséket, jeleneteket, nem tudom, de egyszerűen kiderül, hogy ez így nem működik. Viszont, és valóban pont egy olyan időszakban jött ez a vírus, amikor nekem is rengeteg koncertem lett, már volt leszervezve a nyárra egy csomó előadás, és aztán beütött ez, és egy pár napig egy fájt, aztán valahogy elfogadtam, vagy megnyugodtam abban a gondolatban, vagy megnyugtatott az a gondolat, hogy azt hiszem, hogy most borzalmas, hogy ezt mondom, de az a borzalmas, hogy idáig eljutottunk, hogy egy picit szükségünk van arra, hogy megálljunk, és egy kicsit gondolkodjunk. Én Isten hívő ember vagyok, nem szoktam erről sokat beszélni, mert azt gondolom, vagy számomra a hit az egy csendes dolog, de hogy ez most egy jel, egy nagyon erős felkiáltó jel, hogy nem folytathatjuk úgy az életünket, ahogy eddig, amiről azt gondoltuk, hogy ez a normális. Vagy legalábbis én szeretném ezt így megélni, mert ez előre lendít. Az, hogyha én otthon fájlalom a naptáromat, és minden koncertesemény mellé egy szomorú, síró smiley-t írok, az nem segít. De hogyha megpróbálom ezt az egészet valahogy magamban úgy átkonvertálni, hogy annak legyen haszna, az igen segít. Például nekem az egyik nagy félelmem, vagy nagy gondolatom, ez az egyik fő vezényfonal az én életemben, hogy az egyik dolog, amit mindenképp el kell kerülni, az a típusú magány, amit nem én választok. És most számomra kiderült ebben a karantén helyzetben, hogy az a magány, ami egy külső erő által jött rám, az gyakorlatilag csak romboló hatású. Az, amikor én úgy döntök, hogy most egy kicsit kivonulok a társadalomból, vagy egy kicsit, nem kell társadalomról beszélni, egy kicsit a közegemből is gondolkodom, az segített. De az, amikor rajtam kívülálló okok miatt maradok egyedül, az hát abban jót nagyon nehezen talál. És egy kicsit most úgy érzem, hogy ez most megerősödött ez a gondolatom, hogy erre kell nagyon odafigyelni az életünkben. Uh-huh. Hogy keressük azokat az embereket, akik a támaszaink, mert különben szétesünk. Érdekes, és igen? Nem, csak egy kicsit most így a segítség felé mentünk el, legalábbis uh-huh. Márk alapján ez a... Igen. Nem csak az, hogy átértékelni, és akkor mi az, hogy magány, mi az, hogy egyedül lét, hanem önmagában az, hogy mennyire segítünk meg egymásnak, és igen. Mennyire segítünk magunknak. Szerintem ez is az időszaknak egy ilyen konklúziója. Tehát, hogy az, hogy jobban oda kell figyelnünk egymásra, a kapcsolatainkra, a családunkra, a barátainkra, vagy éppen az új partnerekre, akiket ugye szembesodor a szél, illetve hát innentől kezdve ugye, ha szakmailag is mondom, egyre több fiatalt, vagy egyre több olyan önkéntes szeretnénk bevonzani, aki ebben az időszakban rájött arra, hogy segíteni kell. Például titeket is egyébként, a Magyar Ifjúsági Vereskereszt titeket is nagyon szívesen vár. Tehát, hogy egy ilyen... Nagyon szívesen. Nagyon, igen, igen, nagyon igen. Nagyon jó, köszönjük, gyertek, mert nagyon sok feladat van.
és tényleg nagyon sok olyan funkció, ami már most is megalapozódott, és tud mag, egyébként nagyon érdekes, hogy sokan úgy csatlakoznak az IFIK-hez is, hogy önmaguknak vannak olyan problémáik, amiket meg akarnak oldani, és egymással tudják ezt utána megbeszélni, akár egy kortárs felkészítőn, akár egy másik rendezvényen. És mernek segítséget kérni? Bocs, hogy közbe kérdezek. Kik? Hát akik már jöttek az önkéntesként? Alapvetően igen, meg hogy nekem ez is egy nagy kérdés, hogy az emberek ebben az időszakban mennyire merték kimondani, hogy szükségük van valakire, vagy rátok, vagy bármire. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire növelte meg a bátorságot. Mert azt érzem, hogy, és persze az elején beszéltünk az általánosításokról, meg most se általánosítsunk, de van bennünk ez a magyar büszkeség, ez az én nem kérek segítséget, akkor sem, hogyha lent vagyok. És ez nem jó dolog egyébként, és hosszú távon nagyon nem. Igen, tehát hogy ilyen szempontból van-e változás, vagy lesz-e például szerintetek? Az elején nagyon érdekes volt, mert az elején nem volt. Tehát ahogy mindenki egy kicsit rápislogott, hogy most itt mi történik, vagy hogy kellene ezt kezelnem, vagy Jézusom, most akkor a munkával mi lesz, vagy ki az, aki hirtelen vagy időközben veszítette pont az állását. Tehát ugye azért végigmentünk olyan szakaszokon, és vannak azok a fővároson kívüli helyzetek is, amikben hirtelen az ember beletoppant, és az elején kevésbé mertek még segítséget kérni. Vagy inkább azok a visszatérő emberkénk voltak, akik egyébként is rendszeresen segítünk nekik, ha tudunk. Ahogy közeledtünk a vége felé, és ahogy alakultak ugye az emberi sorsok, úgy éreztük azt, hogy egyre inkább megtalálták azokat a pontokat, vagy megtudták azokat az embereket bizonyos helyeken, hogy kihez lehet célirányosan fordulni azért, hogy nekem most éppen élelem kell. Vagy a másik, hogy itt van a húsvét, és a gyereknek mit adjak. És itt egy nagy támogató, aki által csoki nyuszikat, meg csoki tojásokat tudtunk adni, sőt, a gyerekeknek el is dugták. Tehát egy ilyen tojás keresővé változtattak. Tehát, hogy egyre inkább mentünk át abba, és egyébként ehhez nagyon-nagyon hozzájárult az online kommunikációnk. És ezért is mondtam, hogy nagyon jó a digitalizálás és az online fejlődés. Az ifjúság terén is, hiszen pont az IFIK azok, akik nagyon sok megyébe is segítettek azzal, hogy az időseknek mentek és vitték a kis pakkot. Tehát azt kell mondanom már, igen, tehát a vége felé egyre inkább szuper. Kérték a segítséget. Uh-huh. Anett és Márk, én azt gondolom, hogy nem csak ennek a résznek nagyon jó végmondata és lezárásai volt ez, meg tanulsága is akár, hanem hogy unblock ennek az egész kis sorozatunknak, ami ugye a Magyar Vöröskereszt és a kibeszélő kollaborációja volt, itt mindig utoljára a nézőket szoktuk figyelembe venni, és jöttek rajongói kérdések, amiket most tolmácsolnék. Márkhoz szól, mi változott meg az életedben a vírus miatt, Márk? Ezt csak így röviden, hogyha össze tudod foglalni. Hát azt hiszem, hogy most elég sokat beszéltünk. Ezt átbeszéltük, igen. Igen, azt hiszem, hogy ez, de akkor mondok könnyedebb témákat. Például nagyon megszerettem a lakásomban lenni. Aha. Hát én nagyon keveset töltöttem a lakáson, nagyon kevés időt töltöttem itthon, mert úgy indul a napom, hogy reggel 8-kor elindulok, és hazaérek este 11-kor, éjfélkor. És most egyszerűen megtapasztalni azt, hogy milyen virágokat ültetni a balkonra, hogy milyen érzés, amikor először kicsirázik, vagy amikor a bazsalikomod nem pusztul el, vagy megtapasztalni azt, hogy valójában neked egy fényes lakásod van, azok olyan apró örömök. Azok jó dolgok, igen. Amik nagyon jó, de nagyon érzés. Vagy amikor rájössz, hogy te meg tudsz csinálni carbonara spagettit. Ezek nekem olyan örömök voltak, amik, hogy mondom, hogy ne csak itt a nagy gondolatokról beszéljünk, hanem az ilyen apró egyébként mindennap tapasztalható dolgokról. Ezek uh-huh. nekem szuper felismerések voltak. Szóló vagy grund fiúzenekar? Érkezett még egy ilyen kérdés Márkhoz. Hát ez egy övön aluli kérdés. Egyik nincs. Most kell jól válaszolnod. Igen, nem, hát erre nem lehet válaszolni. Ez hogy melyik testvéredet, vagy melyik gyerekedet szereted jobban. Aha. Éppen okay. Azt, amelyik jobb fej. Nem viccelek. Mind a kettőt ugyanúgy, és ezzel így vagy te ugyanígy a zenekarok tekintetében. Hát Anett és Márk, nagyon szépen köszönöm tényleg ezt a beszélgetést. Nagyon jó hangulatú volt, és nagyon sokat tanulhattunk ebből is. És a nézőknek is köszönöm a figyelmet mindenkinek, aki nézte 5 részen keresztül ezt a kis együttműködést, illetve akár csak ezt a részt megnéztétek, nyugodtan nézzétek vissza, vigyázzatok magatokra óvatosan, és mindenkinek minden jót kívánunk. Szevasztok!